Sziasztok! A retro TV műsorok közül ezúttal a Szerencsekerék című vetélkedő műsort szeretném bemutatni. Szerencsekerék egy televíziós vetélkedő volt, amely az Egyesült Államokban indult 1975-ben, és több más ország televíziói is átvették, köztük a magyar MTV 1993-ban. A játékban szólásokat, közmondásokat, illetve szavakat kellett kitalálni mással hangzók megadásával. A műsorban volt egy a játékosok előtt elhelyezett kerék, mely cikkelyekre volt osztva, és minden szeletnek volt egy pénzértéke. A pörgetés után az aktuális játékos előtt található pénzösszeg számszorosát nyerhette, annak függvényében, hogy hány mással hangzót talált el a feladványból. A kipörgetett összeget végül csak az a játékos nyerte meg, illetve az első szériában az vásárolhatta le a kirakatokban kiállított termékekre, aki megfejtette a feladványt. A műsorban általában három játékos játszott. Az első széria műsorvezetői Gajdos Tamás és Klausmann Viktor voltak, a betűtábláknál pedig Prokop Dóra állt. Jó estét, jó szerencsét kívánok mindenkinek! Itt van, elérkezett hát az új esztendő, és az új esztendővel végre elérkezett hozzánk is világ körüli hódító útján a rendkívüli nyereményekkel kecsegtető vetélkedőjáték, a Szerencsekerék. A játékosokat a nézők közül választották ki. Voltak ünnepi különkiadások is, amikor ismert emberek, sztárok, közéleti személyiségek játszottak. R, mint rock'n'roll. Várjál, nem jó. Miért nem jó? Jó. Dehogy nem jó. Igen, igen, 4000. Ne, 1400. A mással hangzót, ha szabad kérnünk. M, mint Monroe. És ebben a pillanatban Orbán Viktor elnök úr átfelti a kezdeményezést. Mert az Imre egymaga azt elintézi. Szóval természetesen a feladványaink, ez a feladvány is némiképp kapcsolódik a mai témánkhoz. N, mint Nándor. 6600 forintért. Így helyes. A Szerencsekerék 1997-től 2001-ig a TV2-n ment, majd több éves szünet után 2011-ben a Story 4-en indult újra, immár Szulák Andrea vezetésével. Nem hinném, hogy a játékosaink jobban írt volna, mint én ebben az új szerepkörben. Festek emberünket!